A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség minisztériumi útmutatást kért azzal kapcsolatban, hogy Natura 2000-es területnek tekintik-e a somostetői erdőt, miután a romániai bíróság jogerős ítéletet hozott arról, hogy az erdő nem védett terület, a minisztérium elismerte a döntés jogosságát. A polgármesteri hivatal megtámadta a Környezetvédelmi Minisztérium döntését, amely Natura 2000-es területén nyilvánította a somostetői erdőt. Márciusban a minisztérium levélben értesítette a polgármesteri hivatalt és a Maros megyei környezetvédelmi ügynökséget, hogy elismerik a bírósági döntést, de nem tekintik véglegesnek. A Környezetvédelmi Minisztérium küldött egy levelet, amelyben tudomásunkra hozta, hogy elindította az eljárást, amely ismét környezetvédelmi területté nyilvánítaná a somostetői erdőt. Azt kérték, ezt továbbítsuk az erdőtulajdonosoknak, mi pedig értesítettük az erdészeti hivatalt és a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt. A civil szervezetek szerint csak a brüsszeli hatóságok dönthetnek a terület státusának megváltoztatásáról, mivel az erdő 2012-től hivatalosan európai érdekeltségű védett terület. Szakács László ökológus azonban híradónknak hangsúlyozta, a terület védetté nyilvánítása nem akadályozná meg a fák kivágását. A Natura 2000 státus nem jelenti azt egyáltalán, hogy nem szabad vágni, hogy tilos a fakitermelés, csak az erdészeti, gazdasági szempontok mellett figyelembe kell venni a környezet és természetvédelmi szempontokat, egész pontosan azokat az előírásokat és követelményeket, amelyek alapjául szolgáltak a Natura 2000-re való nyilvánításnak. Az erdészet üzemterve szerint idén 7000 köbméter fát kellene a somostetői erdőből kitermelni, ehhez azonban még nem kaptak környezetvédelmi engedélyt. Amennyiben azonban elfogadják az új erdészeti törvényt, a Natura 2000-es területi státusz nem fog védettséget biztosítani, mivel az erdők kezelése teljes mértékben az erdészet hatáskörébe tartozik majd.